kiről is szólhat az én első önálló műsorom. Természetesen Cserháti Zsuzsáról. A Retro Kávéházi esték keretében cserháti dalokat hallhatott a közönség péntek este a Megyeszai Házban. Van olyan dal, amit teljesen áthangszereltünk, és van olyan, amit pedig megpróbálunk egy az egybe úgy előadni, ahogy amilyen hangulatot képviselt eredetileg a dal. A szerzeményeket egy olyan énekes előadásában hallhatta a kanizsai közönség, akit maga Cserháti Zsuzsa nevezett utódjának. 22-23 éves voltam, amikor találkozhattam vele, és természetesen a példaképem egy olyan elképesztő találkozást jelentett, amiből a mai napig is természetesen táplálkozom, és azt hiszem, hogy a pályám végéig, ha nem az életem végéig, de kísért. Cserháti egykori vokalistája nem csak elénekelte a mindenki számára ismerős melódiákat, hanem egy-két személyes történettel is érzékeltette, hogy számára milyen volt az énekesnő.